A Spamerot Arthur király és a kerekasztal lovagjai abszurd kalandjait meséli el, akik Istentől azt a feladatot kapták, hogy keressék meg a Szent Grált, ami tulajdonosát boldogsággal ajándékozza meg. Útjuk során találkoznak a jól ismert Monty Python figurákkal, a fekete lovaggal, Timmel a skót varázslóval és a lovagokkal. A nagy sikerű musical ősbemutatója 2005. márciusában a New York-i Schubert Színházban volt. London meghódítása pedig 2006. októberében kezdődött a West Enden. A Spamerot 14 Tony díj jelölést és 3 elnyert Tony díjat tudhat magáénak. A nyíregyházi előadás rendezője Keszég László nagy kedvelője az abszurd humornak és Monty Pythonnak. Azért szeretem, mert lovagias, mert jót akar, tehát azért csinál valamit, hogy a világ az jobb legyen ettől, nem csak úgy adhok módon. Sir Lancelot szerepét és még 4 másik figurát Mészáros Árpád Zsolt alakítja, aki mindig nagy örömmel tér vissza nyíregyházára. Ez egy színésznek egy lubickolás, én azt gondolom, ez egy ilyen kis jutalomjáték. 5 karakterben lehet bohóckodni, úgymond, és ezt nem véletlen mondom, mert hát igazából egy nagyon pontos egyenes színjátékot kell végrehajtani, ami nagyon pontos ugye a poentírozás tekintetében, de mellette azért a saját belső kis humorát, a saját kis belső poénjainkat is megegedjük egymás felé. A főbb szerepeket Mészáros Árpád Zsolt mellett Gulácsi Tamás, Dézsi Darinka, Pregitzel Fruzsina és Arató András alakítják. A Rózsakert szabadtéri színpad előbemutatója után a darabot szeptembertől a színházban is láthatják majd a nézők.